Két megyei jogú város, egy budapesti kerület és kisebb települések kapták meg a Családbarát önkormányzat díjat. Az indoklás szerint Szolnok az Észak-Alföldi régió egyik legnagyobb települése. Nagy hangsúlyt fektet a helyi lakosok és családok jólétére. Szombaton nagy megtiszteltetés érte önkormányzatunkat. Budapesten a Nagycsaládosok Országos Egyesületének vezetésétől átvehettem a Családbarát önkormányzat díjat. Ez azt gondolom, hogy elismerés mindazok számára, akik itt dolgoznak az önkormányzatnál, de elismerés mindazok számára, akik tesznek valamit is ebben a városban, annak érdekében, hogy a családok minél komfortosabban érezzék magukat. Számos dolog zajlik a városban, ami méltóvá tette a megyeszékhelyet a díjra. Kezdve az újszülöttekre való odafigyeléstől az időskorúakig, és ez nyugodtan mondhatom, hogy minden egyes korosztályt érint. Ha arra gondolunk, hogy a koraszülött gyerekek esetében például a rotavírus elleni védőoltást bevezettük, ezt megelőzően volt a 13 éves kislányok számára a HPV vírus elleni oltás, amely azóta bebizonyította a létjogosultságát, ugyanis az országos védőoltási keretbe lett emelve ez a kezdeményezésünk. Ezeken túl a szabad téren való közlekedés, az egészségügyi szűrőprogramok, a sport támogatása, a kültéri kondipályák, a kismama bérlet bevezetése, de a kerékpárút hálózat fejlesztése is szerepel a méltatásban. Ebben külön kiemelték a fiatalokra való odafigyelést. A biztonságos szórakozó hely programunk volt az, amely az ott jelenlévő önkormányzatok részéről érdeklődésre tartott számot. Volt olyan polgármester úr, aki megkért, hogyha úgy gondoljuk, hogy megosztjuk a tudásunkat, akkor ők nagyon szívesen veszik, ha átküldöm nekik a rendelkezésre álló anyagot. Ilyen kezdeményezéssel ugyanis más településen nem találkoztak még. A Családbarát önkormányzat díjat 8 önkormányzat kapta meg.